Videóimat a Betfinner támogatja, ahova most minden Kambes sportoló akár 40 000 forint első befizetési bónusz kaphat. Ehhez regisztrációkor használd a Kambes Sport kuponkódot, majd olvasd el a bónusz feltételeit. Sziasztok, Kambes sportolók, üdvözöllek titeket a legújabb videómban. Elindítanám az új videósorozatunkat, ami nem más, mint a Mire fogadjunk ma nevet kapta. Nevéből adódóan ezek pár perces rövid videók lesznek, hogy az adott nap melyik meccseket, illetve kimeneteleket véljük jónak, és ennek tekintetében javaslok, vagy éppen Roland számotokra tippeket, úgyhogy vágjunk is bele. Mivel ma csütörtök van, így az Európa Ligából válogattam. Hozzá kell tennem, hogy nem fő sportágam a labdarúgás, ezt csak amolyan hébe-hóba követgettem, az én területem úgymond az NFL, illetve az NBA, én ezeket követem napi rendszerességgel, azonban ebben a videósorozatban próbálom kicsit a tudásomat tágítani más sportágok irányába, és ezek tekintetében utána nézni a mérkőzéseknek, és javasolni nektek kimeneteleket. Az első ilyen mérkőzés a Holland Alkmaar és a Manchester United összecsapása lesz, amin én mindkét csapat szerez gólt, kimenetelt várok 1,75-ös szorzóért. Úgy gondolom, hogy az Alkmaar elég jó holland csapat, a tabellát elnézve, illetve a formájukat tekintve, nincs olyan mérkőzés szinte, ahol ne szereznének gólt, és ezt szerintem fogni tudják bizonyítani nemzetközi porondon is. Míg a Manchester United baromi sok hiányzóval bajlódik, de ennek ellenére mégiscsak egy Premier League csapatról beszélünk, így véleményem szerint esélyes egy 1-1-es kimenete, vagy egy 1-2-es Manchester United győzelem. A lényeg, hogy én mindkét csapattól gólt várok. Második mérkőzés, amit kinéztem számotokra, a Besiktas-Wolves összecsapása. A Besiktas borzalmas formában van, úgyhogy én abszolút nem várok tőlük semmilyen győzelmet, még a hazai pálya ellenére se. Míg a Wolves felemás érzésekkel kimondhatóan vegetál, de benne van a döntetlen vagy a győzelem esélye, így erről a mérkőzésről az én javaslatom számotokra a döntetlen vagy Wolves siker, mégpedig 1.37-es szorzóért. A harmadik mérkőzés pedig, amit kinéztem a mai napra, az Arsenal Standard League összecsapása lesz. Az Arsenalt szerintem nem kell bemutatni senkinek, hisz elég nagy nevű csapat. Standard League egy belga csapat, és én ezen a mérkőzésen igazából Arsenal győzelmet várok, de nem is ezt tippelném meg legfőképp, hanem az, hogy legalább lesz 3 gól a mérkőzésen. Az Arsenal hazai pályán egy ilyen belga kis csapatot szerintem tudni fog verni, és egy 2-1-es vagy 3-0-ás mérkőzés várok, amire most 1,48-es szorzót fizetnek, hogyha a 2-es gól fölötti opciót teszed meg. Szóval nézzük újra a mai tipsort, ami az Alkmaar Manchester United mérkőzésen a mindkét csapat szerez gólt opció, Besiktas-Wolves mérkőzésen a döntetlen vagy Wolves győzelem, illetve az Arsenal Standard League mérkőzésen a 2,5 gól fölötti opció. Ez a 3-1-ben 3,57-es szorzót fog kihozni, ami szerintem egy elég jó kis triplázó, és hogy mindenki számára követhető legyen, hogy mégis mennyi profittal zárunk ezekkel a videósorozatokkal, illetve mennyit bukunk. Elindítanék egy virtuális bankrollt, ami legyen 100 000 forint. A fogadási útmutatómat megtaláljátok a blogon, ahol leírtam, hogy én milyen stratégia szerint játszok. Röviden a lényeg, hogy 51 elő egységre felosztom az adott bankomat, és ennek megfelelően megkapom, hogy egy egység számomra mennyi. 100 000 forint esetében egy egység az 2000 forint lesz, és egységekbe fogom meghatározni a szelvények, illetve tippek erősségét, ahogy azt a Gold Clubban is teszem, NFL elemzéseimnél. És most én erre a mérkőzésre egyébként egy C kategóriát javaslok, magyarul egy egységet,
mivel három mérkőzést is rakunk, matematikailag nyilván magunk ellen megyünk, és ezért nem is fogok magasabb tétettséget ajánlani. A C kategória az pontosan megfelelő erre a célra, úgyhogy olvassátok el a blogon az útmutatót, és ha jónak vélitek, akkor használjátok ti is. Már a videó igazából ennyi lett volna, ha velem tartasz, akkor sok sikert kívánok. Ne felejtsétek el a pubchatünket, ahol sportfogadói közösségünk éppen alakulóban van, már több mint 15-en vagyunk jelen, és ott vitatjuk meg az adott napi mérkőzéseket, ott tehetik fel a olvasóink, illetve követőink a kérdéseiket egymásnak, illetve felénk is, és Rolanddal mi is ugyanúgy megosztjuk meglátásainkat, amiket jónak vérünk, úgyhogy egy baromi jó kis hangulatú sportfogadó közösségnek nevezném. Ha úgy gondolod, hogy te is szeretnél ennek részese lenni, menj fel a honlapunkra, és nézd meg a részleteket a közösség kapcsán, és várunk téged is szeretettel. Én Ibro voltam, hamarosan jelentkezem, sziasztok! Videóimat a Betfinál támogatja, ahova most minden Kambet sportoló akár 40 000 forint első befizetési bónusz kaphat. Ehhez regisztrációkor használd a Kambet Sport kuponkódot, majd olvasd el a bónusz feltételeit.